Orbán Viktor Rubik Ernővel írt alá szándékmegállapodást, egy magyar szellemi teljesítményeket bemutató kiállítás és az azt befogadó Rubik kocka alakú épület megvalósításáról. Az ötlet Radnai Péter újságírótól származik, aki azt szeretné, ha a kocka olyan szimbolikus lenne, mint például a Sydney Operaház. A világ legismertebb épületei. Jellegzetes épületek a világ minden tájáról. Modernek, szimbolikusak, mindenkinek az adott város vagy ország jut eszébe róluk. Néhány éve Radnai Péterben is megfogalmazódott az ötlet, hogy Budapestre is kellene egy modern, kifejező épület. Egy olyan, ami úgy néz ki, mint a legismertebb magyar tárgy, a Rubik kocka. Nehéz elmondani, hogy ez milyen érzés, hiszen kétségtelen, hogy onnan, hogy egy ötlet megfogant, eljutottunk odáig, hogy ez most be lett jelentve. És hát ráadásul azért itt ez nem volt teljesen egyértelmű, hogy azzal, hogyha én oda megyek a jelen kormányzathoz egy ötlethez, hogy az meg is tud valósulni. És én ezt végtelen pozitívumnak tartom, hogy most itt voltunk így együtt. És én azt hiszem, hogy hiszek a maradját, meg is fog épülni ez az épület. Az ötletet ugyanis tett követte, így az elképzelés eljutott a miniszterelnökhöz is, aki azt mondta, többen óvták az együttműködéstől. Nem őrülünk valószínűleg egy politikai malomba. És könnyen lehet, hogy ez is igaz, de az ember azt pontosan tudja, hogy alkotni, meg dolgozni pártalapon nem nagyon lehet. Dolgozni okos ember nem csak a jobb vagy a bal kezével dolgozik, hanem mind a kettővel. A 2014-ben 40 éves kocka feltalálója, Rubik Ernő aktívan is részt vesz a projekt megvalósításában. Azt mondta, most leginkább ezen dolgozik. Magába ebbe a gondolat megvalósításába egy nagyon nagy kihívást látok, és ez érdekel. És foglalkozom azzal, hogy ez hogy lehet. Hogy ebbe mindaz beleférjen, amit én úgy gondolok, hogy beleférhet. A kocka ugyanis nem csupán egy épület, hanem a tervek szerint egy múzeum is lesz. A legnagyobb magyar szellemi teljesítményeket mutatják majd be. Most egy elismert emberekből álló csoport dolgozik majd a megvalósításon. Az első látogatók várhatóan 2017-ben nézhetik meg a kocka belsejét és a kiállítást.